minden jót nektek, ha jól mondtam. Sok szeretettel köszöntöm a mohácsi nemzetiségeket, az első nemzetiségi találkozó megnyitó miséjén. Mohács mindig is arról volt híres, hogy itt békében és szeretetben élnek, nem csak egymás mellett, hanem egymással a nemzetiségek. Különböző nemzetiségiek vagyunk, és különböző vallásban, de van egy közös nevezőnk, egy Istenünk van, aki mindannyiunknak közös atya, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. A Szentleckében majd arról hallunk, hogy törekedjünk rá, hogy a béke kötelékével tartsuk fenn a lelki egységet. Arra biztat minket Pál apostol, hogy viseljük el egymást a szeretettel. Az, hogy a másiknak más a nyelve vagy a vallása, az ne távolságtartásra, hanem összefogásra ösztönözzön minket. A rét akkor szép igazán, ha sokféle más-más színű virág élik rajta. Mi is törekedjük a szeretetben való egységre, a különbözőségünkre, a nyelvünkre, vallásunkra legyünk büszkék, miközben tiszteljük a másik nyelvét és vallását. A mostani szentmise alapnyelve a magyar lesz, amit mindenki ért. Az énekek, azok különböző nyelvűek lesznek, és a ige liturgiája is két nyelvű lesz, a magyar mindig, és hozzá a többi nemzetiségek nyelve. Ezzel a lélekkel vegyünk részt ezen a szentmisén. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, hogy méltó lélekkel vessünk részt ezen a szentmisén, tisztítsuk meg szívünket és őszintén bánjuk meg. Kérem ezért a boldogság, mindenkor szemtöntelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
szerencke és a magyar Ferenc. Lézu, azt én név teszem Osterzu Paulus, Adia Kézer. Brüder, so ermahnen wir nun euch, nicht Gefangener in den Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, in der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und vertraget einer den anderen in der Liebe und seid fleißig, zu halten mit Einigkeit den Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, die ihr auch berufen seid auf einerlei Berufung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater unser aller, der da ist über euch alle. Durch euch alle und in euch alle, von welchen aus der ganzen Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hangen durch alle Gelenke, dadurch eins dem anderen handreichend tut nach dem Werk eines jeglichen Gliedes mit seinen Maßen und Macht, dass der Leib wächst zu seiner Selbstbesserung und das alles in Liebe. Szent Lecke, Szent Apostolok, Ephesusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, melyet kaptatok. Teljes varázslatban, szerénységben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lélek egységét. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatásodat is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atya, aki mindennek fölötte áll, mindent láthat és mindenben benne van. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatot. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben. Ez az Isten igéje. Oni nisu od svijeta kao što ni ja.
a za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istinu. Ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njegovu reč vjerovati u mene. Da svi budu jedno, kao što ti Oče u meni, ja u tebi, neka i oni u nama budu, da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. Mostri sapere cosa è segreto di tal mondo mobilato, con cui ormai lei è solo sovietica. Ah, dottor Negri, non in tasso, dottor, non vi lascio non credo, perché non è mobilato, come in se voglio mobilato, non è moschera più. Többségében
hiszem azt, hogy az a nép, amelyik tud a saját nyelvén imádkozni és énekelni, az nem veszik el. A nemzetiségi identitást, a vallási identitáson keresztül is kifejezhetjük, hogy akár fordítva, kérdezte szintén az újságíró. A kettő
Aschondament am Erdenrein. Mindenható örök Isten, szomorúak vigasztalója, bajba jutottak erőssége. Jusson el hozzá könyörgésünk, amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk. Érezzük mindnyájan boldog örömmel, hogy megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságot. Hallgass meg! Mindenható örök Isten hívők üdvössége, hallgass meg minket, amikor irgalmadat és segítségedet kérjük beteg testvéreinkért. Add, hogy egészségüket visszanyerjék, és hálát adjanak neked egyházadban. Hallgass meg minket.
imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevéni kicséret néve kicsőségére, időnk és hiszenek is szövetségek játékban. Szentségeivel és parancsaiddal saját népedre mutasd meg, Istenünk, élünk irány és lépteinket a Te ösvényeidet, hogy felajánlott áldozatunk által elnyerjük a szeretet ajándékát, amelyet remélni tanítottál, Krisztus, aki úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a gyermekkel. Emeljük föl szívünket. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kejhet, és
Íme hitünk szentitka, halálának hirdetjük, és hitelből föltámadásodat, amíg el nem tűnik. Jóságos Atyán, és ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Én szenvedése és halála által, Szent Fiat átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a dicsőségedbe. Nézd jóságosan erre az áldozatra Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzá, menjen utánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk Szent Fiat lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik fiatal testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápákkal és László püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Hogy bátorságot, hogy tettekkel segítsünk szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egy házadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében múltak el, és légy irgalmas minden megoldhoz, akinek hitén csak te ismerted, támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országokban, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség várja el. Engedünk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal és minden szentettel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő által, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélek kerekségben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi a kárnyunk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minden kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, minden gonosztól, kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatban mindenkor bűnös baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttén. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet vagyok rád, az én békében adok nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egyházat hitén. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét a kérsz és uralkodól, mind örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással, legyen békesség. Yeah.
legyenek mindnyájan mindig. Úgy így elvigye a világ, hogy te küldtél engem, mondja az Úr. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az egység szentségét, kérünk, add meg nekünk, akik szent egyetértésben élünk házadban, hogy legyen olyan békénk, amelyet egymással megoszthatunk, és megtartsuk azt a békét, amelyben részesülünk. Krisztus, ami Urunk által. Szeretetben való egységet éljük meg, természetesen nem csak az ünnepnapokban, hanem a hétköznapokban is. Sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt. Ezért nagyon fontos, hogy szeressük a saját hitünket, nyelvünket, és a másik hitét, nyelvét pedig tartsuk tiszteletben, és így tudjunk békében és szeretetben élni. Bízom benne, hogy ez a kezdet, valaminek a kezdete, és lesz folytatása is, hogy valóban kifejezzük ezt az egységet a világ felé is, hiszen a világban most nem egység, hanem zűrzavar van, és hogyha mi törekszünk ezt a szeretetben való egységet megélni és elmutatni, akkor már tettünk valamit a világ béke irányában. Most imádkozzunk el azt az imád, amelyet mi minden misér után elszoktunk imádkozni, álljunk fel. Istenem, te vagy az élet és a békesség forrása. Tudjuk, hogy ne fordítsd az bennünket a békesség felé, most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy a nemzetek keressék a békesség útját, hogy megértés, mely véget meg a visszanyúlásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, mely bocsátást, mely legyőzi a rosszat. Lehet képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen. Az Úr legyen veletek! Szent